Bevonulással kezdődött a 9. Szűcs Lajos súlyemelő emlékverseny vasárnap délelőtt. A megmérettetés ünnepélyes megnyitóján Klimon István kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte a sportbarátokat, majd a KVSE pécsi sikereiről beszélt. Az országos junior bajnokságon olyan eredményt értek el, amit senki nem is gondolt volna, hiszen amellett, hogy éremesülve tértek haza, és minden autó nehéz volt, mert annyi érmet hoztak el, amellett a csapatbajnokságban, hát gyakorlatilag csak a borsodiak voltak azok, akik jó szerepeltek. A versenyekre Borsod megye és az ország számos pontjáról, valamint a határon túlról is érkeztek gyermekversenyzőtől egészen a Masters korosztályig. Míg délelőtt a fiatalok, délután a Masters korosztály mutatta be tudását a bírák és a nagy közönség előtt. Pátrovics Géza, Masters súlyemelő világbajnok, a sportesemények megálmodója, stábunk kérésére a két neves súlyemelő munkásságát idézte fel. Diózsőrben volt súlyemelő, megyénk olimpiai ezüstérmes versenyzője, sajnos már nincs közöttünk. Miután Diózsőrben Miskolcon nincsen már súlyemelő szakosztály, 9 éve ezért úgy gondoltam, hogy a családi barátságra való tekintettel és a Lajoskának az emlékére megrendezzük ezt a versenysorozatot, és most már 9. alkalommal. Szabó Ferenctől viszont azt kell tudni, hogy nekem egy nagyon jó barátom volt, Masters versenyző, viszont talán ami nagyobb érdeme az, hogy 1957-ben ő volt az első elnök a Magyar Súlyemelő Szövetségnek. A legjobb versenyzők érmet kaptak teljesítményükért. Az eredményekről bővebben az O.online-on és a Color 7 november 25-i számában olvashatnak.